Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Műsorunk mai vendége Tóth Bea, aki a Bea Zumbának a megálmodója, és a mai műsorunkban az aktualitásokról, az elmúlt időszakról és a jövőbeli tervekről fogunk beszélgetni. Köszöntelek nálunk a műsorunkban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm szépen a meghívást. Elsőként akkor beszélgessünk arról, hogy hogyan alakult ki ez a Bea Zumba, honnan jött az ötlet, illetve ha jól tudom, akkor mostanában fog megalakulni az egyesület, erről mit lehet tudni? Honnan jött az ötlet? Hát igazániból 30 éve már az életemben van maga a tánc, csak nem ez a formája, hanem a versenytánc formája. Nagyon sok mindenkit és széles körűen is oktatok, és ez egy kihívás volt a számomra, mert teljesen más felépítésű, mint ahogy lehet ismerni a társas táncot. Nagyon-nagyon hatalmas kihívás volt igazániból úgy a számomra, hogy ezek nem egy kötött elemek, hanem amit kitalálsz és megálmodsz, azt meg tudod valósítani igazándiból, és úgy látszik, hogy ez nagyon tetszik a csapataimnak. Említetted, hogy sokfajta táncot oktat, ez nagyon érdekes. Melyek ezek? Erről mit lehet tudni? Hát igazándiból én a versenytánc révén kapcsolódtam be itt a táncok világában. Nagyon szalagavatósokat oktatok igazándiból minden egyes évben, és felváltva több kihívással, mert nem csak a szalagavató a keringőről szól, hanem többféle stílusú zenékről, és fiatalok megálmodt ott álmait a szalagavatóra próbálom megvalósítani, hanem ezeken túl az esküvői táncokat is, és természetesen azt személyre szabottan tudom megvalósítani nekik, és utána jött így a zumba. Te hogy kezdtél el táncolni? Mit tudnál elmondani a táncos múltadról? Hát, ez már nagyon-nagyon régen volt. Nagyon régen volt. Hát én nagyon, tehát tényleg minden napjaimban, óvodáskorom óta benne van a tánc. Kezdtem a balettal, utána a jazz balettal folytattam, és sajnos nem tudtam fölmenni Budapestre, mert ez volt az én álmom, hogy föl tudjak menni, és ott tanulni tovább. Így olyan, mintha itt szembe jött volna velem a versenytánc lehetősége, pont 14 évesen, és azóta folyamatosan benne van az életemben. Versenyeztem is, és utkor utána természetesen jött a család, jöttek a fiúk, akkor egy picit kiestem, és onnastól kezdve meg oktatok folyamatosan. Na hát ez nagyon jó, hogy tulajdonképpen a hobbid az a munkád is, úgyhogy ez mindenképpen nagyon pozitív. Visszatérve az eredeti témára, ugye be a zumbára, ami most éppen aktuális, hogyan kell elképzelni az edzéseket, mert hát edzésekről beszélhetünk, ugyanis ez egy nagyon intenzív mozgásforma. Hogyan kell elképzelni az edzéseket, miket szoktatok csinálni? Nekem az, ami nagyon-nagyon bennem van, hogy bemelegítés nélkül soha nem kezdek el egyetlen egy edzés sem, táncot sem. Talán mindig van egy minimum egy 10 perces bemelegítő, amire a lányok úgy szokták mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon elég is volt. És utána jön az igazándiból a zumba, tehát a bemelegítésnél mindenféleképpen minden tagunkat megmozgatjuk, hogy ne legyen baleset, és ne legyen akár a térd vagy a boka ízületekkel gond, mert leginkább azért a zumba az a lábra épülő táncstílus,
És utána pedig koreográfiák vannak, amit pont az, ahogy az előbb mondtam, hogy amit megálmodtam, és amit meg tudok valósítani, azt meg is próbálom átadni, és úgy néz ki, hogy ez jól is megy, és jól sikerül. Nagyon-nagyon sokféle stílusa és típusa van a zumbának. Én minden evő típus vagyok, tehát így szoktam mondani. Tehát nem egy szisztémára építek föl, akár jöhetnek a 70-es, 80-as évek slágerei, jöhetnek a 90-es évek, 2000-es, 2010-es slágerek, ami szimpatikus nekem, akkor azokra rögtön fogom, és már is a zenét hallgatom, hogy mit tudok rá csinálni, és rá... amikor meghalom ezeket a zenéket, rögtön egy-két napon belül már viszem is a csapatjaimnak. A kézkoreográfiát? A kézkoreográfiát, így van. Említetted, hogy a lányok mondják azt, hogy már elég is volt a bemelegítés, és akkor jöhet a tánc, és ez azt jelenti, hogy akkor csak lányok járnak, tehát lányok körében népszerű tulajdonképpen ez a mozgásforma. Hát 99%-ban igen. Ezt lehet mondani, hogy ők az ilyen bevállalósak, de van egy szám fiúm, aki mióta elkezdtem, az igazándiból eltántoríthatatlan. Egy középkorosztályú férfi, akit, ha azt lehet látni igazándiból, hétvégén is föllépett velem a színpadon Budapesten, és hát nagyon-nagyon szereti. De ez különböző típusú emberek vannak, különböző korosztályú emberek vannak, ami azt jelenti, hogy ilyen 20 éves kortól akár 50-60 éves korig is vannak, és teljesen vegyesen. És úgy állítom össze mindig a koreográfiákat, és a zenéket is úgy választom ki, hogy most már ismerem, hogy milyen típusúak, és próbálom ezeknek megfelelően. Említetted te is a korosztályokat, fiatalabb korosztályod is foglalkozott, tehát például teszem azt a 6-tól 14 éves korosztályig is van egy külön csoport, vagy így egybe karolod az összeset? Most még egyelőre felnőtt korosztály, de tényleg változó, mert akik szülők járnak hozzám, és beszippantotta a zumba szeretete, azoknak a kislányaik szoktak jönni. Onnan is ismernek igazándiból, hogy a mezőtúri Matrix Fitness esélynél is oktatok, és ott viszont van 4 éves kortól vannak gyerekek, és 10 éves korig, és mikor ezt megtudták, hogy az anyuka az hozzám jár, így folyamatosan jönnek, és nagyon bírják. Ezt hozzá kell tennem, hogy igazándiból folyamatosan vizsgázom a zumbából, mert ez nem csak olyan, hogy elmész és elvégzel egy képzést, és folyamatos fejlesztések vannak, új lépéstechnikák vannak, és most már jön a gyerek is, kifejezetten azért, hogy a Matrix Fitnessbe is, hogyha kell, be tudok segíteni, és áprilistól meg lesz a vizsgájaim. Az, ami még nekem nagyon nagy célom, hogy van a zumba korosztálynak egy olyan oktatója, akit imádok, Erzsike néning, 61 évesen kezdte el, és most 73 évesen, tehát le a kalappal előtte, amit csinált zombaton is, és egyre több fiatalkorú hölgy jelentkezne igazándiból egy kis testmozgásra, és még ez a célom, hogy ezt mindenféleképpen még ebbe az évben el szeretném végezni, hogy nekik is tudjak egy pár órát adni. Adni, igen. Jelenleg hány fővel számolsz? Jelenleg külön-külön mondom, jó, mert három helyen oktatok. Kezdem a mezőtúrral természetesen. Ott az intenzív, akik minden egyes alkalommal szinte ott vannak a betegség kivételével, az egy ilyen 25 fő. Az elég szép. Imádom őket. Azon kívül, akik hol tudnak jönni, hol nem tudnak jönni, ez még minimum egy 10 fő. Pluszban Turkevén is van egy másik csoportom, ott is körülbelül ez van, tehát teltházzal azért egy 20-25 fővel, de átlagban egy 15 és 20 fő között mindig ott vannak.
És természetesen jól is érzik magukat, hatalmas energiát és erőt tudnak adni még nekem is. Uh-huh. Így, és nem régen kezdtem el Szolnokon, uh-huh. az Agurában. Uh-huh. Ott még egyelőre egy 10 fő környékén vagyunk, de remélem, hogy ott is majd még többen fogunk lenni. Hát persze, ezt reméljük, hogy így is lesz. Többször említetted ezt a szombati napot, és hát az közösségi oldaladon is lehetett látni, hogy milyen sikeres volt. Mesélj erről nekünk, kérlek. Mindig rendez a Zumba országos képviselete egy ilyen külföldről meghívott előadóval egy nagy szabású rendezvényt. És most az volt kiírva, hogy aki a legtöbb főt viszi, az a színpadon is táncolhat. Uh-huh. És ezekben a legtöbb fők között, nem azt mondom, hogy a legelején még, de akkor is fönn voltunk a színpadon. Mi 2 teli kocsival mentünk föl, de már most a csoportomban már azt hallottam, hogy most már busz fog következni, mert ezt az élményt ezt nem szabad kihagyni. Fönt voltunk, és 300 fő vett részt egy intenzív 3 óra hosszában. Mi már előtte fönn voltunk, mert új ágazatokat ismertetnek ilyenkor meg velünk, és én nagyon szeretek ezeken is részt venni, és szeretem bevonni az embereket, hogy na, akkor gyerünk és próbáljuk ki. Hogy miket tudunk még azon kívül, amiket én itt át tudok adni a lányoknak. És ez az intenzív órában első igazi nagy fellépésem volt a Zumbánál, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy a csapatomból, mert 2 fő túrkevéről és 3 fő mezőtúrról is felállhatott a hátam mögött, tehát nem egyedül voltam fönt a hatalmas színpadon. A másik meg egy hatalmas tisztelet, hogy igenis ki tudtak és ki mertek állni velem, és én azt gondolom, hogy itt a nézettség számára és ez hatalmas izgalomban nagyon-nagyon oda tették magukat, úgyhogy millió hála nekik érte, hogy ott voltak velem. És utána ott volt a Ligetiben és a Horváth Ádám, ők már tényleg elég mesterfokon művelik. Oktatják, igen, művelik, és nem engedtek le bennünket az ennyiből a színpadról, úgyhogy esetleg egy szuszonásnyira sikerült kimennünk a színpad meg, hogy ígyunk, mert nagyon-nagyon meleg volt, nagyon sokan voltunk, de egy hatalmas pozitívumot, energiát kaptam tőlük, a másik meg azt, hogy igazán ebből fél éve kezdtem el oktatni, és fél év után kaptam már rögtön ezt a lehetőséget, és azt, hogy 300 embert egyszerre látva, hogy meg tudsz mozgatni, akkor úgy gondolom, hogy az, amit a csapataim mondanak, akkor ezt most teljesen visszacsengett. Hát gratulálunk ehhez az eredményhez, mert ez igazán nagy szó. Már sok mindenről beszélgetünk, de kifejezetten a zumbára és a zumba jótékony hatásairól még nem, úgyhogy mit tudnál elmondani erről a mozgásformáról, ezt hogyan kell elképzelni esetleg azok számára, akik pontosan nem tudják, hogy hogyan kell ezt elképzelni, illetve milyen jótékony hatásai vannak, miért ajánlod, hogy ezt próbálják ki? Hát én úgy kezdtem ezt az egészet, hogy én fogyókúráztam. És úgy építettem föl az első táncaimat és a koreográfiát, hogy kifejezetten oda hason, ahova nekem szükséges, és ahova a nőknek, a lányoknak igen kell. Problémás terület, így van. És ez nagyon-nagyon visszaköszönt, mert sorra fogynak a lányok. Kolumbiából indult igazándiból egy latin eredetű, de egyszerűen felsorolhatatlan, hogy mennyi fajta szalsza, rumba, egy twistet is csináltam zumbából, imádják a lányok, akkor csacsacsa, a mambo, a szamba, ezek mind visszaköszönnek, és ez csak egyetlen egy picike kis területe a zumbának a lehetőségeiből. És az, amit föl tudok építeni nekik, az mind
lehet fogyókúrás is igazándiból. Az a lényeg, hogy zeneire, latin zenékre, pörgős zenékre meg tudunk mozgatni mindenünket, amivel akár egy akár a zsírégetésnek egy megadott ritmuszámon fölül, vagy pulzuszámon fölül tudunk dolgozni. Teljes mértékben így raktam össze a zenéket is, meg a koreográfiákat is. Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, mint egy kardió edzés tánccal vegyítve. Így van, így van. A tavalyi évben, ugye nyáron alapítottad a Beazumbát, és itt volt ugye a koronavírus járvány, ami már egy ideje kíséri az életünket. Hogyan tudnád értékelni a 2021-es évet számotokra, ez hogyan alakult? De tavaly éven először elkezdtem a mezzétúri csapattal. Rendben. Hogy ez hogy alakult ki. Hát először, mint minden kezdet nehéz, elkezdtem három fővel. És mondtam, hogy jó, hát akkor leszünk hárman. Egy kis mozgás nekem se árt, itt a koronavírussal kapcsolatban, és mondtam, hogy ezt nem lehet. Ez még csak az első lépés. Következő héten már öten voltunk a háromból, utána való héten már tizen voltunk a háromból, és utána jött a nyári időszak vége, amikor mentek nyaralni. Egyre többen érdeklődtek, egyre többen írtak rám, és az, amikor kialakult ez az igazi mag, magja a mezőtúri csapatnak, az egy ilyen szeptemberi időszaktól kezdve, és tényleg nagyon széles körül, mert van, aki három műszakban dolgozik, és amikor csak lehet, mindig ott van. Vannak tanárnők benne, imádom őket, tehát ők is azért egész nap mennek, és de ki tudja kapcsolni őket. Vannak benne idősebb hölgyek, akik betegek, és megbeszéljük, hogy mit tudnak csinálni, és mit csináljanak. És nagyon sokféle típusú ember. Van olyan, akit ki kell, hogy emeljek, hogy 8-10-12 órát álló munkáznak. Nem is egy, több ilyen van. És eleve úgy jött ide, hogy én már alig bírok állni. És olyan gyakorlatokat, és olyan koreográfiákat csináltam tényleg a legelején, amivel az előképességet meg tudtuk erősíteni, és azóta csak annyit mondtak, hogy köszönöm, mert szaladok egész nap, és még simán el tudok jönni hozzád még este még zumbázni. Turkevei csapatunknál meg pont fordítva volt először, hogy ott csak azt láttam, hogy jönnek az emberek az első alkalommal is. Hatalmas hangulat volt ott is, és utána azt vettem észre, hogy jött a szeptember, és ott meg egyre, tehát fogyott a csapat. Abból a 20 főből lettünk 10-12 fő körülbelül, aki úgy a magja. És kértem segítséget ott a lányoktól, hogy most mit csináljunk igazándiból, mert én nagyon szeretem őket, tehát én miatt is át fogok jönni, mert nincs nagy távolság mezőturista Turkevek között. És hát mondtak egy ötletet, megcsináltam, és azóta szinte minden órán ilyen 20 fő. Azt lehet tudni, mi ez az ötlet? Ez egy titkos információ? Nem, az volt a lényeg igazándiból, és szerintem ez még mezőtúron is még mindig így van, hogy félnek becsatlakozni, mert a haladó, úgymond haladó csoporthoz. És én a mezőtúri embereket nem ismertem még úgy igazándiból, és először próbáltam azzal, hogy jöjjenek is az első óra ingyenes, próbálják meg, és hát jöttek, de nem, de minimálisan. És akkor utána ötleteltünk itt a lányokkal, hogy mi legyen, és akkor felajánlották azt, hogy nem érdekelni, hogy most egy új csapat fog jönni, ők akkor is jönnek, hogyha a legelejétől kezdjük újra, és akkor meghirdettem egy kezdő csoportot, és először nem fértünk a művelődéséhez. Annyian jöttek, akkor voltunk, majdnem 30 fő volt akkor. 27 fő volt, úgy minden estől. És hát nagyon nagyot néztem. Úgyhogy megvan a kis nyomógomb, hogy nem mernek becsatlakozni úgy hozzá az emberhez.
vagyis a csapathoz. Na, amikor ezt meglátják egy-két hét után, hogy ez mégse így van, nem mondom azt, hogy nem morzsolódnak le, mert ez szerintem mindenhol így van, de ott is, hogyha azt mondom, hogy 20-an jöttek, de 15-en még ott vannak, tehát ez is így van. És mik a jövőbeli tervek? Most itt ugye már beköszöntött a tavasz, hogyan tervezitek az idei évet? Hát, van több lehetőség, tehát mindenféleképpen a vizsgákat meg akarom a továbbiakat is csinálni, hogy minél szélesebb körül legyen. Tudni lehet azt, hogy, hogy a Matrix Fitnessben vannak talajgyakorlatosok, nyújtógyakorlatosok, és szeretném összevonni igazándiból, szeretnék egy olyan családi délutánt, vagy egy olyat formálni, ami, ahol a gyerekek és a szülők is együtt vannak. Úgyhogy ez még a nyárra tudja, hogy meg fog valósulni, még időpontilag nem tudom pontosan, még a Szabinával kell egyeztessem, ő is nagyon jó ötletnek találja, és ez az egyik. A másik az, hogy mivel nyáron kezdtem el a zumbát oktatni, évfordulós zumbát fogok csinálni. Én az, tehát próbáltam itt már júniusra leszervezni, de amikor én visszakaptam a válaszokat, hogy már akkor nyári táboruk van, és nyári táboruk van, mert annyit biztos, hogy elárulok, hogy vendégelőadónk is lesznek. Ez Magyarországról kifejezetten, és mezőtúrról is megmutatja még valaki magát, egy kis csoport, a Matrix Fitness igazándiból, tehát még azokkal is beszélünk, hogy hogy rakjuk össze. Nagyon szeretnék egy szombat délutánra, és egy ingyeneset, tehát, hogy nem belépő semmit, tehát mindent az egyesület és én fogok majd itt elni, de mindig a mottom az, hogy gyere és érezd jól magad. Tehát a másik az, hogy van még olyan, hogy már a lányoknak csináltam, már ismerik, hogy azért tényleg tudok tervezni, hogy mint Mikulás parti, vagy farsangi buli, vagy Halloween parti, tehát ezek mind voltak, és egy hatalmas-hatalmas bulit tudtunk csinálni, és jól éreztük magunkat. Viszont szeretném azt még látni, hogy, hogy úgy tényleg az egész család ott van. Tehát nem csak a gyerek és a szülő, vagy a anya, hanem úgy az egész családot is szeretném bevonni. Az, ami még tavaly én csináltam augusztusban egy nyílt kinti órát, és az nagyon-nagyon jó visszhangja volt neki. Ha lehet, akkor szinte minden hétvégén. Nem minden hétvégén rosszul mondtam, hanem havonta azért minimum egyszer ezt megcsinálni, hogy lássák azt, hogy igen, mit csinálunk, merjük, és kimernek állni most már a lányok is, mert azért nagyon sok olyan típusú zenéjeink vannak, amit nagyon szeretnek, és élvezik is. Na hát ezek igazán nagy tervek, hogyha esetleg valakinek felkeltették a mezőtúri, a túrkövei, vagy esetleg a szolnoki csoport, akkor hogyan tud hozzátok csatlakozni, hogy tudja veletek felvenni a kapcsolatot? A Facebookon szoktam hirdetni, igen, kirakni, de akik ismernek, mert nagyon sok ismerősöm van, Messengeren tudnak jönni, vagy pedig a hirdetésem alatta van a telefonszámom. És akkor telefonon fel tudtok hívni, és akkor elmondok mindent, hogy mikor van, mennyi idős. Ilyenkor mindig rákérdezem, hogy van-e valami olyan, amiről tudnom kell. Hogy egészségügyileg. Egészségügyileg, igen, és akkor meg tudom mondani neki azt, hogy most mi az, amit ne csináljon, és mi az, amit csinálhat. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk ezeket az információkat. Mi sok sikert, és nagyon jó egészséget, és rengeteg erőt kívánunk ehhez az évhez, és minden tagodnak, minden csapattagodnak, és hát tényleg reméljük, hogy beválnak a tervek, amiket itt elmeséltél nekünk. Köszönöm szépen a meghívást! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. Ne feledjék, hogy műsorainkat az interneten is megtekinthetik. Minden jót kívánok, a viszontlátásra!